Macsó. Itt vagyok egy reggeli kis sétával, ugye. Eddig, hogy öltöztem fél kilóba fehér cucc kombó. Tegnap este csináltam egy kisebb videót, ilyen fürdőset, hogy víz alatti teszt végül is ez a lényege. A GoPro-val ugye, hogy beleraktam a tokba. Na, szóval, hogy ez a víz alatti teszt a GoPro-val ugye beleraktam a tokjába, és ugye annak az az egy baja, hogy ilyenkor a hangot ugye nem tudja felvenni a GoPro, az felveszi csak elég halk, és ilyenkor hát le is szoktam róla venni a hangot, hogy ne is legyen semmilyen zavaró izé hangja. És akkor ilyenkor valaki vagy zenét rakol rá, vagy valami normális izével felveszi, ilyen kis külön kapható hangrögzítővel. Csak hát ez ilyen 20-30 ezer forint. És... Na, szóval ez a diktafon. Ugye? Ez ilyen 20-30 ezer forint hozzá. És... Én kitaláltam egy jobb verziót, ugye van ez a androidos, letölthetős kis mikrofon vagy hangfelvevő, vagy mi a listenne annak a neve, na mindegy, és avval elkezdtem csinálni, mondom, akkor jó van. Jó is lett, mert minden, annyi az egésznek a hibája, hogy kicsit megcsúszott a hang, 1-2 másodperce. Az igazából a videónak a végén lehet látni, amikor kivettem már a GoPro-t a kádból, és akkor mutatom magamat, ugye, ahogy beszélek, meg ezért, és akkor látszik, hogy mozog a szám, de hang meg nincs, utána majd 2 másodperce van a hang. Kicsit megcsúszott, mert lehet, hogy amikor elindítottam, akkor valamelyiket hamarabb indítottam el, mint kellett volna 1-2 másodperce, de hát valamennyire megpróbáltam korrigálni ezt Sony Vegasba, de nem lett olyan tökéletes. Hát végül is mit vártam, nem vagyok én valami izé film szerkesztő, tudjátok, aki a szöveget ilyen szájra éreszti, tudjátok, van ez a ilyen mesefilmeknél szájukra éreszti a szöveget, meg érzi, hogy úristen. Tudom, milyen nehéz ez a szakma. Elég bonyolult lehet szerintem. Nem olyan egyszerű, ahogy Móriczka elgondolja. Én is azt hittem, jó van, mintegy, majd gyorsan ráhúzgálom, mert megpróbálom úgy vágdossi meg izé. Aha, persze, nem olyan egyszerűen. Na mindegy, ez ilyen lett, az kész. Végül is a víz alatti felvétel a lényeg, nem pedig a hang, hogy én mit dumálok ott összevisznya. Istenem! Ennek a kiskutának mi a világos kertbe kell végezni a dolgát? Hogy jött hozzám az öreg asszony, azt hittem, hogy ezért autogramot akar kérni, vagy valami. Azt elkezdi mondani a hülyeségeit, itt reggel 8 órakor lefáradsz, bazd meg. Mondtam neki, tele van tápanyaggal, ne háborogjon már, mondom, felszívja a talajt. Mert hogy abba kell nyúkálni. Mi? Mondom a pisibe, kutyapisi. Tele van tápanyaggal, a virág jobban fog tőle nőni. Istenem. Mert mi kint a réten, a üzénél, faluba, ott mit csinálnak? Ott nem a kutya húgyozik oda, hanem a disznó, bazd meg. Faszomat már, felidegesít. Korán reggel, bazd meg, felidegesít. Azt ti meg elvárjátok tőlem, hogy ne káromkodjak, ne beszéljek csúnyán a videóba. Azt hogy várjátok el tőlem, mikor rosszul vagyok, mikor felidegesítenek az utcán? Én nekem nem lenne semmi bajom, én nem. Én most is tök jó volt videót akartam csinálni, az ez lesz belőle. Nem jött volna nekem az asszony, én biztos nem csináltam volna most ezt. Hát fölidegesít. Istenem. Olvasson már utána az interneten, ha van neki egyáltalán. De az sem biztos, hogy van. Sőt, 100% hogy nincs. Istenem. Na csak.
Biztos nincs neki kutyája, biztos irigy, mert neki nem lehet kutyája. Mert ha lenne, akkor biztos tudná, hogy egy kutyának nem lehet megmondani, jaj, figyelj ide picikém, gyere hamar, most én nem pisilac oda, mert ott a rózsatod is. Jaj, az a kis keltecske a kis öregasszonynak, jaj, gyere picikém arra, ilyet nem lehet mondani egy kutyának. Ez olyan, mintha neked mondanák, hogy tartsd már vissza még egy-két óráig. Kutya érzi a szagokat, akkor oda fog csinálni. Hát most kérem szépen már, mert most ha kakilt volna, oké, megértem, megfogom, főszedem. De egy pisiért, hát fő... Hát, picsám.